Narancsot kaptak 10 órára a kicsik ebben a balkányi bölcsödében. Az egy éve átadott intézmény teljes kapacitással működik, 3 csoportjába 36 gyerek jár. Mivel egyre többen születnek a településen, lenne még igény további férőhelyekre. A legtöbb szülő ebben az időszakban április-május környékén iratja be csemetéjét a következő szeptemberben induló nevelési évre. Nem érdemes azonban ezt az utolsó pillanatra hagyni, ebben a bölcsőben is már csak néhány szabad hely maradt. A bölcsődében 20 hetes kortól vehetők fel a gyerekek. Ennyire pici korban még nem jellemző, hogy hozzák a szülők, de azért egy éves kortól már többen is járnak a bölcsibe. Ami mindenképpen figyelembe kell vennünk, azokat a szempontokat a törvény nekünk meghatározza, de mindenképpen elsőbséget élveznek azok, akik valamilyen okból nem tudják a gyermekük napközbeni ellátását biztosítani, és az elsődlegesen vagy azért, mert a szülők anya is és apa is dolgoznak, vagy a gyerek egészséges fejlődése érdekében mindenképpen szükséges a gyermek napközbeni ellátása, és ezt a bölcsődében tudjuk neki biztosítani 3 éves koráig. Ezt követően is maradhat, ha az orvos vagy védőnő ezt szükségesnek tartja a gyermek fejlődéséhez. Az településenként változó milyen díjat kell a szülőknek fizetniük. 2011-ig csak az étkezésért kellett, azóta viszont a gondozásnak is külön díja van, amit ugyanakkor sok önkormányzat átvállal. Így van ez a szabolcsi településen is. Halmozottan hátrányos települések vagyunk, rengeteg a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban résztvevő gyerekek száma. Így pár gyerekről, 3-4 gyerekről lenne szó, akinek ténylegesen fizetni kell, így úgy döntöttünk az intézményvezetővel közösen, hogy nem kérünk térítési díjat. Abból a normatívából és önkormányzati hozzájárulásából oldjuk meg a bölcsöde fenntartását, amit az államad, illetve az önkormányzat hozzátesz. Így nem kell a szülőknek fizetni érte. A szabadban játszanak a jó időben a kisgyermekek ebben a sóstóhegyi magánbölcsödében. Az intézmény idén évelején új helyre költözött. A nem önkormányzati fenntartású helyeken, mint amilyen ez is, már magasabb összeggel kell a szülőknek számolniuk, ehhez azonban igénybe vehetnek egy állami segítséget. Nálunk van olyan lehetőség, hogy délelőtre hozzák a gyermeket, illetve van egésznapos szolgáltatásunk. Mind a két esetben ezt az állami támogatást, ezt a 40 ezer forintot meg lehet igényelni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy egész napos havi díj az nálunk 60 ezer forint, és ebből ugye 40 ezer forintot az állam vissza tud adni a szülőknek. A félnaposat azt pedig teljesen úgy 40 ezer forintba jön ki, és ezt a 40 ezer forintot, tehát olyan, mintha állami bölcsödében járnának. Országos szinten erre 8 milliárd forint áll rendelkezésre. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a napokban úgy nyilatkozott, hogy ez összesen akár 7000 kismamát segíthet visszatérni a munkavilágába. A gyermekük egy családi vagy munkahelyi bölcsödébe járató szülők számára elérhető támogatás a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022 nyaráig nyújt átmeneti segítséget a családoknak. A lehetőséggel az elmúlt másfél évben már több mint 4000-en éltek.